Kedves nézők, ahogy a műsor elején ígértem, nem mindennapi képi látványban lesz nézők, mert ha azt mondom, hogy egy kiállítás képei, akkor nyilván valakinek eszébe jutnak rögtön a festmények, de itt olyan festményekről és olyan képekről van szó, amelyek hát nem ecsettel, nem pemzivel készültek, még a paletta sem kerül szóba, hanem, és rögtön kiderül, hogy mi is a hanem. A vonalban itt van Légrádi Márta, kezi csókolom. Üdvözlöm. Hát, ha jól tudom, akkor helyileg Csurgon van, ugye, és ezért is Skype-olunk, és nem személyesen találkoztunk, de akkor is nagyon szépen köszönöm, hogy itt van. És akkor lebbentsük fel a titkot, ahogy én mondtam, hogy nem ecset, hanem egy vasaló. És mielőtt még a néző azt hinné, hogy itt valami badarságot beszélek, akkor erősítsen meg minket abban a tudatban, hogy igenis, lehet vasalóval festeni. Hogyan? Bizony lehet vasalóval festeni. Ez egy nagyon különleges, érdekes, izgalmas festészeti eljárás, illetve technika, amit természetesen nem a ruha vasalás közben ismertem meg, vagy jutott eszembe, mert nem szeretek vasalni a házi munkák közül. Ez az egy, amit nem szeretek csinálni. És hát tulajdonképpen én óvónőként dolgoztam, és egy szakmai továbbképzésen ismerkedtem meg ezzel az érdekes festészeti eljárással, ahol is Horvátné Csapuka Klára vizuális szakoktató és fejlesztő tanár mutatta be nekünk ezt az érdekes és izgalmas festészeti eljárást. Na most mutatunk is rögtön egy vasalóval készült képet, hogy teljesen, hogy úgy mondjam, a szószoros értelmében képben legyen a néző is. De igen. Hát itt egy csomó kérdés felmerül, mert nem mindegy, és egyszerre sokat kérdezek, aztán majd beosztjuk. Nem mindegy, hogy mekkora a vasaló, milyen hőfoka van, az sem mindegy, hogy mi a festék, az sem mindegy, hogy mire festenek, nem tudom, papírra, fára, vászonra, bármire. Akkor kezdjük a vasalóval, hogy ez egy milyen vasaló? Szóval nem hiszem, hogy mint nagyanyáinknak, amit így ilyen faszenes vasalót kellett körbe tekerni, hanem milyen? Tulajdonképpen bármilyen vasaló alkalmas lenne erre a festésre, ami nem gőzös, aha, tehát nem lukatos a talpa. De ez egy pici kis tenyérnyi speciális vasaló. Olyan, mint az úti vasaló. Igen, uh-huh. igen, az úti vasalóhoz hasonlít. Igen. Tulajdonképpen olyan, mint egy úti vasaló, de a fogantyújának a kiképzése az arra alkalmas, uh-huh, hogy a festést el tudjuk vele végezni. A vasalón kívül van még egy bizonyos igen, elektromos tolnak nevezett valami, ami egy kiegészítő eszköz. Uh-huh. Aztán van a viaszfesték, ami már eredetileg színezett, amit én beszerzek, viaszfestéket, az színes. Igen. És tulajdonképpen az adott színekből kell keverni azt a hatást, uh-huh, színhatást, azt a színvarázslatos színeket, ami a papírra kerül. Na most akkor ott tartottunk, hogy papírra, de lehet, azért igen, is kérdeztem, lehet például vászonra is, vagy másra is? Igen. Lehet vászonra is. A papír is egy speciális papír, aminek fényes a felülete. Uh-huh. Tehát olyan papír szükséges ehhez, ami nem szívja a viaszfestéket. Ha meg nem gyullad meg. Hát igen, igen. Mm. Tulajdonképpen én hőlégfúvót is használok, és mm-hmm, volt rá példa, hogy megbarnult a papír, értem, amikor azzal dolgoztam. Mm-hmm. Tehát kis tenyérnyi vasalóra felkenem a festéket, ott megolvasztom, mm-hmm, a riaszfestéket, mm-hmm, és így hordom fel a papírra, vászonra, fára. Fára is lehet nagyszerű. Fára is lehet, igen, sőt, üvegre is lehet, nem olvadó műanyagra is lehet.
Én már nagyon sok mindent kipróbáltam, mert nagyon szeretek kísérletezni, de hát még az üveg és a műanyag az Az még még. vissza van. Na most, Márta, ez idáig érthető, és akkor rendben van, ott van a vasaló, felhordva rá az az anyag, vagy az a festék, vagy az a viasz, amivel dolgozni kell. Na de én nem tudom elképzelni így, bár láttam a képeket, és gyönyörűek meg, hát látják a nézők is, hogyha nem a talpával vasal, akkor mivel vasal? Szóval hogy lehet mondjuk egy vonalat húzni egy vasalóval? Hogyha nem a talpával, a talpával terítem a festéket. Itt keletkeznek érdekes foltok, érdekes színhatások keletkeznek, ott keveredik a festék, ahogyan olvad, közbe keveredik is a festék, és gyönyörű, csodálatos színhatást lehet elérni vele. Aztán a különféle vasalótartásokkal alakítom a képet tulajdonképpen. Van, amikor nem tervezem előre, hogy mit fogok festeni, hanem a kialakult foltokból, színekből utána alakítom a képet és a formákat. Nem mindegy, hogy egyrészt honnan jön az ihlet, másrészt pedig, hogy hát milyen témák vannak. Itt gyönyörű szép tájképeket látunk, a vasalót is elképzelem már. Tájképeket látunk, virágokat, és szóval tényleg gyönyörűséges képeket, és tulajdonképpen a kérdésem az, hogy ezek, ahogy mondani szokták, régen természet utáni képek, hogy mondjuk Márta ott ül a kertben, és akkor valamiféleképpen megörökíti azt a virágot, vagy azt a látványt, vagy pedig vannak-e, hogy is mondjam, ahogy mondják, fantázia képek, amik csak agyilag fogalmazódnak meg, és aztán kerülnek a vászonra vagy a papírra. Igen, ez pontosan így van, hogy vannak fantáziaképek, és vannak természet utáni képek. Én nem tudok a természetbe kiülni, és ott festeni, mert elektromos áram közelébe kell lennem. Ahhoz, hogy én tudjam melegíteni a viaszfestéket. Hosszabbító kell. Igen. Tulajdonképpen nagyon szeretem a virágokat, a természetet, egy kis fűszálra rá tudok csodálkozni, és sokáig elnézegetni. Nem törekszem arra, hogy nem mindig törekszem arra, hogy természet utáni képet fessek, néhány kivétellel. Például ott van a pipacsos képem, nagyon nagyon szép és jól sikerült kép. Ott törekszem arra, hogy megpróbáltam a pipacsot megfesteni. Értem. Vannak olyan virágaim, ami a fantázia szülte virágok, és ahogy kialakul a vasaló alatt, úgy alakítom tovább. Na most nem mindegy, az sem, hogy ha már itt szóba került, hogy ki kell keverni meg a színeket. Egyrészt a színvilág, hát most a virágoknál mondjuk még el tudom képzelni, de hát vannak itt másfajta festmények, képek is, amik nem virágot ábrázolnak, vagy gyümölcsöket. Tulajdonképpen gondolom mindegyik képhez megvan a maga színvilág, de hát azért muszáj megkérdezni, hogy Mártának van-e kedvenc színe, amit leginkább alkalmaz? Van kedvenc színem, a sárgát nagyon szeretem, de napsárga, ami aranyba hajlik, ez a kedvenc színem. Hát akkor ez nyilván ott van a képeken is. Na most mekkorák ezek a képek? Méretre? Keretezéssel együtt 30-40 centi között vannak. Kisebb méretben is nagyon jól mutatnak, tehát nagyon jól érvényesül az az érdekes színkeveredés, amit én létrehozok a vasalóval kis méretben. És ezért én nem csinálok félméteres vagy méteres képeket, mert annyira aprólékos és részletes a kép, hogy
ezeket a képeket érdemes közelről nézni, illetve nem nézni, hanem nézegetni kell az én képeimet. Igen, és hol lehet nézegetni? Most arra gondolok, hogy kiállítás is. Részletes kis formák vannak, hogy ezt közelről kell nézegetni. Igen, ezért is összebeszéltünk, elnézést egy kicsit, hogy beleszóltam, de ott tartottam, hogy egyáltalán akkor hol lehet nézni. Csak interneten, vagy pedig valamiféle kiállítás is szóba jött, vagy szóba jöhet? Volt már kiállításom, városi kiállításom volt, és tervezek a későbbiek folyamán, majd hogyha ennek a vírusos helyzetnek vége lesz, akkor lesz rá alkalmam, hogy kiállítást szervezzek, terveim között van. Nemrég készült el a Facebook oldalam, ahova töltök fel tartalmakat, ott is meg lehet nézni a munkáimat, és hamarosan elkészül a honlapom, ahol szintén légrádimárta.hu, a Facebook oldalam pedig Légrádi Márta viaszfestés vasalóval címszó alatt lehet megtalálni. Vannak-e követők? Mert azért, amikor így az alkotó művészek elkészítik a munkáikat, akkor hát nagyon sokaknak tetszik, vagy megoszlanak a vélemények, most teljesen mindegy, de hát azért ez nem egy két nappal ezelőtt kezdődött folyamat, vagy munka. Vannak-e már olyanok esetleg, akár a városban, vagy máshol, akik azt mondták, hogy te ezt én is kipróbálnám, vagy pedig kíván-e valakiket tanítani erre? Igen, nagyon szeretnék, a későbbi terveim között van a festészeti technikának a tanítása. Van tapasztalatom arról, hogy nagy az érdeklődés, mert városi rendezvényeken rendszeresen részt veszek, és bemutatom ezt a festészeti eljárást, ezt a módszert. Nagyon-nagyon érdekli főleg a gyerekeket, a felnőtteket is. Kortól függetlenül, hát nagy örömömre szolgál, hogy nagyon tetszik mindenkinek. Hát akkor ezek szerint Picasso-nak volt kék korszaka, Mártának van sárga korszaka, de hát ez nyilvánvalóan itt is, ott is változik. És még amit én az előbb a kérdéshez hozzá akartam tenni, hogy beszerezni az alapanyagokat, én most nem a papírra, a speciális papírra vagy a viaszra gondolok, hanem hát mondjuk, hogyha nincs otthon lombfűrész, akkor ezeket a fallapokat, ezeket is valahonnan meg kell szerezni, vagy meg kell rendelni, mert nem hiszem, hogy két vasaló festés között fűrészel, Márta. Hát nem fűrészelek. Most én a fa festését és megmunkálását annyiban csinálom, hogy dobozkákat festek. Kis ékszeres dobozt, kis bármilyen célra föl lehet használni a kis dobozkákat. Uh-huh. Aztán festettem már ilyen üdvözlőtáblát is. Hát ezt természetesen megveszem a boltba, az alapanyagot. Na, amikor ilyen idézőjelben mondva a picike kis képekről van szó, vagy arról jutott eszembe, hogy ezek a kis dobozkák, én emlékszem olyanra, hogy szüleimnél is volt olyan, hogy kis fekete doboz, és a tetején egy intarzia kép, vagy akár bútorban is a fában intarzia. Akkor ez most erőszakolt összehasonlítás, hogy például ilyesmi is megjelenik a képeken? Vagy megjelenhet? Hát nem erőszakolt összehasonlítás. Valószínű, hogy még az unokáink is fogják látni ezt a kis dobozkát, amit én készítek. Mert tulajdonképpen annyira tartós ez a viasz festék, hogy időtálló, színe megmarad, mondhatnám azt, hogy örökös. Értem. Van ilyen máshol a világon? Mármint vasalós festés. Van. Igen. Van. Jó, van, hát van. Mondjuk biztos olyan sok nincs, mint akit például olajképeket készítenek. Igen, nem gyakori egyáltalán, nem gyakori, ez nagyon ritka festészeti eljárás. Ehhez kell egy bizonyos fokú elszántság,
hogy ezt valaki csinálja. Hát, hogy a világon máshol lehet, az oké, de Magyarországon nem sokról tudunk, és ezért is örülök, hogy tudtunk erről beszélni. És csak azt tudom mondani a nézők nevében is, hogy tessék szíves lenni, megragadni a vasalót, és egy tartalékvasalót is beszerezni, hogyha netán valamelyik nem működne, akkor legyen ott a másik, hogy minél több szép kép készülhessen. Rendben? Köszönöm szépen. Akkor ezt megbeszéltük. Köszönöm szépen, Márta, köszönöm. Minden jót, jó egészséget, és további sok köszönöm. Szép képet. Viszont hallásra. Köszönöm. Viszont kívánom, viszont hallásra.